számítógép architektúrák következnek, úgyhogy kössétek fel a gatyát. Sziasztok, én Varga Perke Bálint vagyok, és igazából arról szeretnék beszélni, hogy hogyan sikerült feláldoznunk a biztonságot a teljesítmény oltárán. Így néz ki egy modern mai számítógép. Egy modern mai számítógépen nem egy darab CPU van, hanem több magas processzorokkal dolgozunk, amik párhuzamosan tudnak dolgokat futtatni helyettünk, és a felhasználók folyamatai azok nem látják a teljes fizikai memóriát, nem úgy működünk, mint egy kollégium, aki minden, ahol minden szobához mindenki hozzáfér, és mindenkihez is hozzáfér, hanem mindenki egy saját kis virtuális memóriaterőt, egy virtuális saját házikót lát, amiben azt csinál, amit akar, de nem látja a másoknak a virtuális házikóit, kivéve ezeket a kis tiltott részeket ezekben a virtuális házikókban, amihez csak a házmester férhet hozzá, vagy a főbérlő. Ez nagyon szép és jó, ezek ilyen hardware szinten implementált biztonsági megoldások, csak az a baj, hogy a memória elérés még mindig túl lassú a processzorainknak, úgyhogy egy ilyen gyorsítótárat kellett ide berakni, amit közösen használ minden folyamat. És az szerint, hogy különböző adatokhoz milyen sebességgel tudunk hozzáférni, tehát ugye a cache-ből, vagy a memóriából történik a hozzáférés, itt időket mérünk, az alapján tudunk egy-egy bit információt kinyerni a memóriából. Ez rossz, háromféle megoldást ismerünk arra, hogy ezt hogy lehet kártékonyan kihasználni. Az első és talán legtriviálisabb, képzeljünk el egy webböngészőt, aminek itt van a kis házikója, és nézzünk el egy cicás weboldalt, aminek itt van ez a lila memória területe. A böngészőnek az a feladata, hogy garantálja számunkra, hogy a cicás weboldalt csak a cicás memória területből tud olvasni. Ezt egy ilyen elágazással garantálja számunkra, megnézi, hogy hol vagyunk, hogyha még az enyém a memória terület, akkor olvashatok tovább, hogyha nem az enyém, akkor meg kilépek, vagy a hibát jelez számunkra a böngésző. A probléma ott kezdődik, hogy szeretnénk mindezt gyorsabban futtatni, úgyhogy az okos hardware tervezők úgy döntöttek, hogy mi lenne, ha ezt a két ágat egyszerre lefuttatnánk. Ennek az az eredménye, hogy gyakorlatilag megtörténik itt egy illetéktelen olvasás, ami el tudja olvasni mondjuk a mi Facebook jelszavainkat. Ezt persze a cicák közvetlenül nem kapják meg, hiszen ennek az olvasásnak az eredménye eldobásra kerül a nap végén, de a cache-ben mégis olyan változások történnek, amit a kis cicák ilyen stopperrel ki tudnak mérni, és egy-egy bitet sok kis cica ki tud szedni, és így megvan a Facebook jelszó a kis cicáknál. A második változat, amikor beszeretnénk törni a házmesterhez. Ez a házmesternek a háza, és a házmester az szeret random módon ide-oda urálgatni a memóriában, attól függően, hogy milyen dolga van, hogy a CPU azt nagyon hatékonyan tudja csinálni, ezért statisztikát vezet a házmesternek a mozgásáról, amit egy ilyen táblázatban tart. Nyilván azt mondja, hogy a 11-es számú ugrás az általában 12-es helyre szok menni, és a többi, és a többi. A probléma az, hogy ezt a táblázatot is minden háztartás közösen használja, így a támadónak a háztartása is, és a támadó olyan adatokkal tudja a CPU-t bombázni, ami meghamisítja ezt a statisztikát. Emiatt a házmester valami hülyeséget fog csinálni a saját házában, ami megint a CPU cache-ben memóriát szivárogtat ki. Hogyha kicsit feloldjuk ezt az analógiát, gyakorlatban ez azt jelenti, hogyha én futok egy virtuális gépben fenn a felhőben vagy szebbnéven ködben, akkor bele tudok nézni például más felhasználóknak a virtuális gépébe, vagy akár a felhőszolgáltatónak a Management Hypervisorába is, akinek ez a szó mond valamit. A harmadik változat, ez úgy nézett Meldán, talán ez kapta a legnagyobb sajtónyilvánosságot. Itt nincs szó mindenféle feltételes utasításokról, itt az az elvárásunk, hogy ilyen szekvenciálisan fognak szépen egymás után haladni a processzor műveletek. És hogyha van egy olyan művelet, ami például be akar nézni a házmesternek a kis kamrájába, akkor az valami hibát fog eredményezni, és az utána lévő utasítások már soha nem hajtódnak végre. Ez azonban nem így van. A gyakorlatban ezek az utasítások optimalizációs szempontok miatt egyszerre hajtódnak végre a processzor mikrokód szintjén, és gyakorlatilag megtörténik elméletben az olvasás a házmesternek a kamrájából, és bár ennek az eredménye ez visszavonásra kerül, de megint a CPU cache-ben
kiszivárog egy-egy bitnyi információ, hogy mit tárol a házmester a kamrájában. A gyakorlatban a házmester a kamrájában az összes házat tárolja, amire ő vigyáz, tehát egy folyamatból a számítógépen futó összes más folyamatba bele tudunk ilyen módon nézni. Ez a szoftvervilág szépsége, hogy ilyeneket tudunk csinálni. Szóval nagyjából azt látjuk, hogy több motiváló ereje volt nyilván a hardware fejlesztésnek. Szeretnénk több felhasználót kiszolgálni, amihez biztonsági funkciókat kell implementálni. Szeretnénk több funkciót adni ezeknek a felhasználóknak. Szeretnénk, hogy a processzoraink több mindenre legyenek képesek. Ez komplexitást ad a rendszerhez, ez teljesítménynövelésre kényszerít. És csendben a háttérben még az okos mérnökök mind a hárman egyszerre dolgoztak. Nem vették észre, hogy gyakorlatilag ez a kettő teljesen szembe megy ezzel. És most ott vagyunk, hogy hát nem igazán tudjuk, hogy hogy kell ezeket a sérülékenységeket kijavítani. Úgyhogy amit vigyetek haza az az, hogy mielőtt implementáltok valamit, próbáljátok megérteni, hogy hogy működik az, amilyen dolgoztak. Köszönjük Bálintnak. Következő Pecsakocsi előadónk talán egyelőre egy kevésbé nagy hívőnek tűnő problémáról, viszont egy ilyen hasonlóan nem várt funkció működésről fog beszélni. Az előadó nem más, mint Korombai István, a Starship a munkatársa és a databánya lelkes önkéntese. Én nagyon nagy híve vagyok az adatvizualizációnak, illetve magának az egész ilyen adatbányának, így adatbányászatnak, így epeket, de figyelem Istvánnak a munkásságát. Hajrá! Köszönöm szépen. Köszönöm a bemutatást is. Mehet, köszi. Mint Bálint is elmondta, én a Starship-nál, a databányánál dolgozom, nevezett adatvizualizációs szakértőként. Nagyon jól hangzik, de kicsit az elvárásokat vigyük lejjebb, mert mellette a Corvinuson hallgatok szociológiát, egyikkel sem foglalkozom régóta, de szeretem elmondani, amikor valaki megkérdezi, hogy mi az én érdeklődési köröm, hogy ennek a kettőnek a metszete. Minden olyannal szeretek foglalkozni, ami egyszerre technológia és társadalom, és ebből az egyik legfenszibb manapság az adatbiztonság, és az, hogy milyen adatokat osztunk meg magunkról az interneten, és a gonosz tekorjások milyen adatoknak vannak a birtokában, például a Facebook. Nagyon kevesen tudják, hogy, és hát nem nagyon kevesen, de túl kevesen, hogy a Facebooktól a mi saját adatainkat le tudjuk menteni. Kérhetünk egy archívumot, ahol visszaadja nekünk a Facebook, amit mi valaha odaadtunk. Ezt pár gombnyomással meg lehet tenni. Én erre a mai napra egy ilyen elemzést hoztam, a saját adataimnak az elemzése. Ez onnan indult, hogy egy kis idővel ezelőtt volt egy hát ilyen fucsba ment romantikus projektem, és hát mit csinál egy adatvizualizációs szakember, ha összeterik a szívét, elkezdi az adatokat elemezni. És hogy így néz ki ez a projekt, azt mondták, hogy ne hívjam kapcsolatnak. Itt gyakorlatilag két hónap alatt váltott üzeneteknek a napi bontását látjuk, az oszlopok magassága a karakterszámot jelöli, az, hogy felül van az, hogy én küldtem, az, hogy alul pedig, hogy én kaptam. A rövid oszlopok azok azt jelentik, hogy azt a napot együtt töltöttük ezzel a személlyel, ezért nem volt szükség arra, hogy a Facebookon beszélgessünk. És akkor, ahogy láttátok az előző diagramon, ez amikor így vége lett a dolognak, akkor megszakadt ez a kapcsolat, és akkor elkezdtem gondolkozni, hogy na jó, akkor nézzünk egy kicsit sikeresebb kapcsolatokat is az előző évekből, és hogy mennyire ment ez a maradjunk jóval a dolog. Azt mondom, hogy nem kell többet mondani, menjünk tovább egy kicsit, akkor evezzünk valami boldogabb vizekre. Nézzük meg, hogy mennyire hogy milyen emotikonokat használtam én az üzeneteimben. És három emotikon néztem meg, fölül láthatjátok a nevetős fejecskét, középen kékkel a mosolygós fejecskét, a sarkú szomorú fejecskét. Az a jó hír, hogy alapvetően nagyjából boldog vagyok, de ott középen elkezdtem multinál dolgozni. Aztán az 17-ben jó lapra is hagytam szerencsére, úgyhogy elkezdett tovább menni. Megnéztem, hogy mennyire komolyodok, mennyivel írok hosszabb üzeneteket. Látszik, hogy az elején még tanulgattam a Facebookot, de az is látszik, hogy utána van egy ilyen szép felfelé ívelő trend, tehát egyre szofisztikáltabb ember leszek.
Kíváncsi voltam, hogy hány üzenetet küldök, ebben van-e valami trend. Itt is látjuk azt a múlt is beesést ott középen. Látszik, hogy egyébként igazából teljesen random, hogy az évnek melyik szakában hány üzenetet küldök. A másik érdekesség viszont az, hogy én egy nettó üzenetfogadó vagyok, tehát több üzenetet kapok, mint amennyit küldök. Ezt itt látjátok, fölül megint az üzenetek, amiket én küldtem, alul pedig azok, amiket én kaptam, kis rózsaszín vonalacska ezeknek a nettó összegét mutatja, és azt látjuk, hogy a elmúlt 8 évben, vagy 7 évben legtöbbször ez negatív moment, tehát több üzenetet kaptam. És akkor itt már majdnem hoztam még 8 millió linechart, aztán rájöttem, hogy ez kicsit limitált információ nektek, és itt semmi kontextus nincs, tehát én elolvasgathatom a 8 évvel ezelőtti üzeneteket, és szétkringzselhetem rajta magam, de hogy ez nektek nem annyira szórakoztatom, mert azokat nem fogom megmutatni, így helyette hoztam inkább valami igazán frankót, ami egy hálózat vizualizáció, ez az én saját ismerősi hálózatom, mind az 1100 ismerősöm benne van, és a köztük lévő baráti kapcsolatok. Majd utána ráengedtem egy algoritmust, ami szépen megkeresi a közösségeket ebben, és sikítson, aki magára ismer ezen az ábrán, mert sokan itt vagytok. Ez az egy évnyi BME építészkar alatt összeszedett közösség. Aki nagyobb, az más közösségek felé hídként szolgál. Például felül Fenyesvölgyi Móni, akivel együtt kezdtünk az építészkaron, de gimnáziumi osztálytársam is volt, ezért összeköti az építészeket a gimis közösségekkel. Azért mutatom ezt a közösséget, mert nem értettem, hogy miért választja ketté az algoritmus. Aztán nézegettem a neveket, rájöttem, hogy a rózsaszínek, azok, akikkel együtt jártam, vagy alattam voltak, a kékek meg akik fölöttem, de még oda jártak a gimibe, amikor én ott voltam. És akkor elkezdett bejönni a szociológus vonal, és van ez a Granovetter nevű gazdaságszociológus csóka, aki arról beszélt, hogy ezekben a hálózatokban nagyon fontosak ezek a hidak, akik összekötnek közösségeket, ezeknek gazdasági haszna is van, például munkát keresni ilyeneken keresztül hasznos, és megnéztem, hogy kik ezek az én hálózatomban. Ezt az úgynevezett közöttiségi mutatót számoltam ki, és az alapján beméleteztem a pontokat. Ez a 4, illetve 5 ember jött ki, akik ilyenként szolgálnak. És egyáltalán miért fontos ez nektek, hogy erről halljatok? Én nagyon remélem, hogy lesz legalább egy-két olyan ember, aki azután elkezdi a saját adatait nézegetni. Tök fontos az, hogy tudjuk, hogy milyen adatok vannak rólunk eltárolva, tudjunk ezekről gondolkozni, ezt data literacy-nek hívtam. Másik meg tök jó, mert tanulhatsz magadról. Tehát én is megnéztem 7 évvel ezelőtti üzeneteket, meg trendeket, és rá kellett jönnöm, hogy hát jó, hogy oldhattam azt a múltit. A legjobb ok egyébként meg, hogy szórakoztató. Tehát amit mondtam, hogy így a kis kínos üzenetek régről, azokat tök jó visszaolvasni és jelküldeni az embereknek, hogy nézd, milyen hülyék voltunk én tényleg. És hogy komolyan gondolom, hogy csináljátok meg ti is, GitHub-ra fellőttem azokat a munkafájlokat, amik nálam vannak, ez most konkrétan egy Tableau workbook, meg egy Jupyter notebook, meg egy kis leírás, hogy mit kell csinálni, de ha bárki szeretne hozzátenni, akkor nagyon szívesen várom a requesteket. Köszönöm szépen! Kérdések? Ismert törés? Van már, mert a Dánon is. Igen. Mit értesz ismert törés alatt? Jogosulatlan hozzáférés cloud szolgáltatáson virtuális gépből egy másik, főleg infrastruktúrájú komponensre. Google-osok nem guest-to-guest-et nem hoztak, hanem guest-to-hostot, tehát a hypervisor-hoz fértek hozzá, szerintem az elég. De tehát ismerünk is, tehát az, hogy nem hoztak, az egy dolog. Ja, hogy élőben láttunk-e ilyet? Nem. Ez egy proof of concept igazából, de ahogy BS ismerősünk gyakran mondja, a támadások soha nem lesznek rosszabbak. Tehát amiket láttunk, azok ilyen, tudom én, 30-60 perc, amíg végigfut. Ez egyrészt, hogyha van egy cloud szerved, akkor semmi.
böngészőben, meg lehet, hogy két év múlva látunk egy olyat, ami 3 másodperc alatt fut le. Nekem a második előadóhoz lenne kérdésem, itt, hogy arról az 5 kiemelt emberről még mi derült ki azon kívül, hogy hídként szolgálnak a különböző közösségek között? Nekem a legfurább az volt, hogy velük nem szoktam üzeneteket váltani egyébként, tehát ők nekem is egy ilyen gyenge kapcsolat, kivéve az az egy ember, akit nem emeltem ki közünk, mert ő a bátyám. De egyébként mindenki gimnáziumi osztálytárs volt, vagy ismerős, és még valami másik közösséghez is tartozik, tehát érződik ez a túlsúly a gimnáziumi ismerősök részére az én hálózatomban. Istvánhoz szól a kérdésem, hogy ez az 5 ember, hogyha te előtte valaki megkérdezett volna, hogy szerinted kihez érdemes neked fordulni, hogyha munkát keresnél, akkor ez mennyiben fed át azon az 5 emberrel, akit találtál? Egyikőjükről tudtam, mert rajta keresztül nagyon sok lehetőség nyílt meg egyébként. Ez az egyik ilyen zöld közösség, ami volt, ez egy amerikai tábor, ahol voltam 2010-ben, oda például az ő révén jutottam el, de ott van mondjuk Mózner Laci, akivel én igazából soha nem beszéltem, de ismerősöm Facebookon, de mivel zenész meg csomó embert ismer, ezért tök jó közöttiségi helye van a hálózatban. Tehát így a feléről tudtam, a másik feléről így meglepődtem, hogy Kérdés? Hátul is lehet ám kérdés eltenni? Hadd egy szívesen elnéz a mikrofon. Szia, és hozzád kérdeznék, hogy a korábbi projektjeidben az adatokat honnan szerezted meg, illetve van-e lehetőség arra, hogy valakinek csak a hozzád kapcsolatos adatait kiszűrt. Gondolom, neki kell lementenie a saját adatait Facebookról, de hogy van erre valami protokoll, hogy valakitől elkérd a veled kapcsolatos adatait. Ilyen protokoll van, de ezt leginkább alkalmazások szokták használni, tehát például, ha összekötöd a Spotify-ra Facebookoddal, akkor ott van egy ilyen kommunikáció két alkalmazás között. Ezt ilyen szerintem ilyen egyedi alkalommal nem nagyon szokták használni, igazából lehetne, de nem szokás. Alapból a Facebook csak azt adja vissza, bárki kéri le az adatait, amit tud kontrollálni, tehát a saját posztod, saját fotód, saját üzeneteid, meg amit kapsz. És például olyat, hogy milyen hirdetések, még a hirdetések is pont, de hogy milyen posztokat láttál, azt például nem tudod kinyerni. Utolsó kérdés. Bálinthoz kérdezném, hogy és akkor mit lehet csinálni? Mert megoldás van, nem volt szó az előadásban. Hát igen, mert nem nagyon van. OS upgrade, software upgrade, de ezek visszafogják a teljesítményt, ugye, mert ez egy két élő dolog. És egyáltalán nem biztos benne, főleg a Spectra kapcsán, ma szinte senki, hogy amiket megcsináltak a szoftvergyártók, az hosszú távon működni fog-e. Hogy megéri a fejtörést, megéri a crash-eket, amiket ezek a patch-ek okoznak. Úgyhogy ezért ezt inkább így hanyagoltam, hogy majd sör mellett beszéljük. Köszönjük szépen!